Zengie peccaturna tui nece, sudalatro mie tua mit nive, diodat aratot iubiavol, giselmet sensiges coriavol. O tur megmutatta ismességét, a rendetek színe Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretet abban nyilvánul meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez az Isten igéje. Jézus mondja, aki szeret engem, megfogadja a szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Alleluja! 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 Az Úr legyen veletek! És a veletekkel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondanak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást, amit Szent Jánostól, a Szent Leveléből való, aminek a rövid foglalata az, hogy Isten előtt szeretett minket. Az embernek megelőlegette a szeretetét, megteremtette a világot, beleteremtette az embert, és megpróbál minket különböző módon arra fel irányítani, hogy ezt vegyük át tőle. Általában arra várunk, hogy a másik ember szólítson meg bennünket, hogy először ő tegye meg az első lépést, ő tegyen valamit, amire mi tudunk majd reagálni, de sokszor azon múlnak kapcsolatok, vagy ott csiklanak ki kapcsolatok, hogy várunk, a másik is vár, és aztán eltelik az idő, és már nem tudjuk jóvá tenni, vagy megtenni azt, amit elteltéve intézünk. Egyszer egy idős és bölcs plébánosnak volt egy nyikhaj káplánja, és nem tudta a káplán kezelni, egyszerűen nem fogadott szót neki, saját utakon járt. Aztán volt támadó ötlete a plébánosnak, még pedig az, hogy látta egymás mellett a két piszkos autót. Ott volt az ő trabantja, akkor az volt a papi autó, és a káplán trabantja, mind a kettő borzalmasan piszkos állatok. Káplán valahová elment, elutazott vonattal, a kocsi az utalon maradt, a plébános lemosta előbb a káplán autóját, beállt a garázsba,
aztán a sajátját, és az is beállt a varázsba. Mind a kettő egyformán ragyogott, egyformán szép lett. A káplán hazafért akkor nem tudott mit tenni, megnézte a kocsit, megnézte a főnök a kocsiját a titokban, látta, hogy a kettőnek a tisztasága azonos, és megkérdezte, hogy mi történt. Válaszol rá szívesen a főnök, mondta, hogy megmostam a kocsit, de miért tettél te ilyet? Láttam, hogy piszkos, volt egy kis időm, és ezt az időt én erre szántam. Ezek olyan dolgok, amelyet az ember elgondolkozik, hogy miért segítek a másikon. Csak. Azért, mert szeretnék segíteni, és ilyenkor gyakorlatilag abból a szeretetből adok valamit, abból Isten kívánságból adok valamit az embereknek, amit a Jóisten az én szívembe és mindennénk elkép egyforma módon elültetett. Ez nagyon-nagyon lényeges. Az ember ne a bosszúállás gondolkozzon, meg az elégtétel vételén, hanem ezen. Ez sokkal nagyobb fegyver, de ezzel a fegyverrel egyszerre le lehet győzni a rosszat, legalábbis egy idő után a rossz meg fog hátrálni. Miskolci Nemzeti Színházban a Nyomorultak című előadásnál ebben az évadban, mert én kétszer néztem meg, a történetet természetesen ismertem, de nagyon jó a darab, egyetértem egy kétszer is, és nagyon megragadó az a jelenet, amikor ugye a Jean Valjeanot befogadja a püspök, ellátja minden jóval, ételt ad neki, asztalához ülteti, és később, amikor a Jean Valjean mindent összeszed, akkor az ült elővezető csendőrnek azt mondja, hogy ez mind az én ajándékom volt, elvitte a kelyhet, ezt a két gyárcsolatot még itt hagyta. És nem tud az ember mit kezdeni, ez a bűnöző, ez a szegény ember nem tud mit kezdeni ezzel, hogy ők egyszer elkezdték szeretni. 20 éven keresztül ütötték, verték a börtönben, látszaverve, kényszermunkára ítélve, és nem tud a szeretettel mit kezdeni. Azt mondta először, hogy ez a vén bolond nem tudja, hogy mit csinál, én egy bűnöző vagyok. Aztán a következő jelenet arról szól már, hogy ez a Jean Valjean embereket ment meg, emberi életeket ment meg, és erről szól az egész élet. Tehát, hogyha megpróbáljuk a rosszat a jóval legyőzni, akkor az menni fog, ez természetesen áldozatokkal jár, de azért vagyunk a világon, hogy egymásért áldozatot hozzunk. Ámen. Valljuk meg ki tűnket. Hitek az egy Istenben, mindenhol atyával, menjünk is fölbe, minden láthatatlanok teremtőjével. Hitek az egy Jóval, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyából született, az időket vette elő. Isten az Istentől, világosság a világosságban, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Élénk ő emberekért, a mi üdvösségünkért, szeretetünket soha meg ne rontsa az önzés méteje. Áld meg, Urunk, Szent Atyánkat, Benedek pápát, hogy a Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg, Urunk! Üntess meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést és az ellenségeskedést a népek között, hogy szeretetben éljenek egymással. Hallgass meg, Urunk! Kérjél, hallgass meg minket! Gyógyíts ki, Urunk, a világot, az öngyűjt.
Urunk Istenünk, engedd, hogy mi, akik a keresztségben fiatalévére formálódtunk, általad igaz szeretet példaképei lehessünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Olyan imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Istenhez. Adjen az úr kezedből az áldozatot, nevének kísérletére és dicsőségére, mint a hívunk és az egész Anya szentek áldozatára. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, az, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, ami Urunk által. Adjunk hálát Urunknak, Istenünk. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös. Hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben. Midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalálra lett a tökéletes áldozat. És üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjon. A mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséged. Vagy szent vagy, mindenség ura. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és mit szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
íme ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyeri és az üdvösség kenyét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetet. Benedek pápánkkal, Szabad püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazok tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi a gyermek, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk mindenki. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntött a tanítványait, békességnek van. Azért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, ha remek házat. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élt és uralkodol, mint örök között. Amen. A jó békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszönjétek egymást a béke jelünkben. Legyen békesség köszönjük mindenkor. Yeah.
áldásában újjáteremtesz minket az örök életre. Öveld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áradt szívünkbe. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mennek egy békében. Istennek legyen hála. Uram, jó nekünk itt lenni.